Zsuzsu. A világ béke érdekében, de tényleg csak azért. Hármasban egy néger nővel. Jó, de inkább egy néger férfival. Fúj, Zsuzsu, ebben mi a vicc? Ugyanaz! Nem, az egészen más. Ha két gyönyörű női test így össze egymásnak, na, az egészen más. Ez megjelenik a művészetben. Milyen művészetben, Áki? Hát mondjuk a film művészetben. Ja, értem, akkor te jelentem művészettörténeti kurzusokat bámulsz a neten. Zsuzsa, tudod, hogy dolgozom? Az. Édes. Elmérkedések a pikáns darabot láthatnak a nézők a Tatabányai Jászai Mari Színház Népházban. Mohács István francia rúdugrás című művét közkívánatra állították színpadra Crespo Rodrigo vezetésével. Korábban a darabot az André Estek című felolvasó színházi sorozatban ismerhette meg a közönség, hatalmas sikere miatt pedig többször is műsorra tűzték. Az akkori élményeikről a színészeket is megkérdezte stábunk. Kíváncsi voltam, hogy vajon mit fognak szólni, mennyire ez a frivolsága, ez a kicsit szabadszájúsága, az erotika, a szex, az mennyire befogadható így a színpadon keresztül. A felolvasó változatban volt még eddig nézők előtt, hát rendkívül jól szórakozott mindenki, időnként mi játszók is, mert nem lehetett folytatni, mert mindenkit röhögő görcs kapott el. Még itt nem találkoztunk így a nézőkkel, én remélem, hogy ugyanilyen szórakoztató lesz, és könnyedén veszi az akadályt a darab, tehát hamar bemelegszenek a nézők, és mennek ennek a darabnak a stílusával. Először közönség előtt felolvastuk, eljátszogattuk, akkor szinte mi mindig csak ismerkedtünk a darabbal, de az élmény az például az volt, a közönséget, ez nem zavarta, hanem a közönség, hogy előttünk járt a darab megértésében, felismerésében, de egészen rendkívül élmény volt. Tehát ezt nyilván a felolvasó színház jellegéből adódó játékbeli hiányosságokat, Azt csodálatosan egészítették ki képzeletükkel, és fogadták el a történetet. Tehát ez egy ilyen szempontból valamennyire önműködő darab valószínűleg. Úgyhogy hát reméljük, hogy nem akadályozzuk az önmozgását majd. Rengeteget nevettünk a felolvasó színházi előadás keretén belül. Tehát, hogy ez azért szokatlan, mert még ha felolvasó színház, akkor is így próbálunk uralkodni magunkon. Ez volt az a darab, aminél egyszerűen nem tudtunk, volt, hogy hosszú percekig nevettünk, és nem tudtuk tovább olvasni. De hát ezek inkább ilyen jó élményként maradnak meg az emberben, meg szerintem a nézőknek is ez tök jó, hogy együtt nevetünk valamin. Csak két színész, Lapis Erika és Honti György nem vett részt korábban a felolvasó színházi formában. Honti György elmondta, a próbák elején érezte, hogy a többi társa jobban otthon volt a szerepeikben, de végül ő is behozta a lemaradását. Tudja, puhágyom tilos, mert különben jöjjön, megmutatom. A férfi hatodik napcsigolyája, azt sem tudtam, miről szól a darab igazság szerint. Én egy egészen másik típusú darabra gondoltam a címe alapján. Mire gondoltál, és mit kaptál érte? Nem is tudom megmondani, hogy mire gondoltam. Egy klasszikusabb színdarabra gondoltam, márhogy nem egy klasszikusabb történetű színdarabra gondoltam, és hát helyette ez egy nagyon erős felnőtt történet, egy nagyon-nagyon ügyesen és jól megírt vígjáték, ami a sikamlóságot remekül használja fel, mint témát. Ezt nézegette? Ja, nem, hanem ezt a libertinusosat. Nem azt nézted? Nem, ez igen, azt. Nem emlékszel, azt nézted? Van elég szakirodalom. A maszturbáció volt a diplomamunkám, a doktori disszertációm, egy kicsit hobbi is. Szerénység nélkül állíthatom, hogy maszturbációban én vagyok a legjobb a Magyarországon. Szép. Doktor Goldmark Ernő. Áki. Örvendek, Roskovicsák. Mondd meg, hogy maszturbálsz, és megmondom, ki vagy. Nem érdekes? De nagyon. A francia rúdugrásban három nő és három férfi van egymás mellett, alatt, felett, előtt, mögött és minden elképzelhető formációban. Összegabajodva egymással, magukat és a boldogságot keresve. A történet szerint két házaspár érkezik a csoportos párterápiára, hogy rendbe tegyék házasságaikat.
Az egyik párt Zsuzsát és Ákost, Bakonyi Csilla és Crespo Rodrigo alakítja. Régebben titkárnő voltam az Ákos mellett, ő udvarolt nekem, de volt egy felesége, igen, kisgyerekkel, úgyhogy én neki ellenálltam, de aztán a hányadik csokor Vörös Rózsa csak meggyőzött. Úgyhogy elvált a feleségétől, és elvett engem, és minden nagyon szép és jó volt, de az utóbbi időben nagyon elhidegült, úgy érzem. Szerintem más kapcsolatai is vannak, és egyáltalán nem akar gyereket, szóval úgy gondoltam, hogy ismerek egy nagyon-nagyon jó pszichológust, aki szokott ilyen, hát csoportos párterápiát tartani, és akkor most egy ilyen hétvégére úgy gondoltam, hogy el kell menni, hogy a házasságunkat rendbe tegyük. Meg lesz lepve. Na, ez egy ilyen rutin gyakorlat. Zsuzsa? Én? Van más Zsuzsa is itt? Hol? Önmagához szóltam. Jaj, köszönöm, doktor úr, látod? Na jó. Tudja mit, Zsuzsa, maga csak ragyogjon, jó? Mi meg kezdjük inkább mondjuk Ákossal. Ákos? Én? Ákos, kérem, koncentráljon a feleségére. Jó. Most? Terhekéktelen, doktor. Zsuzsa. Ne haragudjon, de nincsenek önnek véletlenül homoerotikus vágyai? Mi? Hogy nem vonzódik ön a férfiakhoz? Nem, még nem vagyok. Olyan. Jó. Csak kérdeztem. Na akkor vissza a rutinhoz. Egy macsó típusú férfi a sokadik nőjét fogyasztja, második házasságában van benne, folyamatosan szeretőket tart, mert azt mondja, hogy neki mindig kell az új, mert utána megunja őket, és mindig kell az új. De a darab folyamán megrendül a férfi önbizalma, kicsit afele fonódik a dolog, hogy komolyan elkezdi foglalkoztatni, hogy nincs-e valami homoszexualitás rejtettem benne, és ezzel küzd, hogy akkor most akkor ez egy valós problémája neki, vagy nem, és az jelenetek sodrában mindig úgy alakul, hogy egy ilyen helyzetbe kerül, és egyre kétségbe esettem, meg kapaszkodik abba, hogy de én egy heteró férfi vagyok. Tehát ez az egyik vonulata a dolognak. A másik pedig, hogy bár csajozik össze-vissza, mégis meg akarja tartani a feleségét. A laptopodnak hülye vagy? Bocsánat. De hogy lehetsz ekkora impotens? Véletlen volt. Add már ideke, szerencsétlen! Ha elszállt a munkám, ha egyetlen teszt eredményem is elveszett, én megöllek! Én mondtam, hogy ne haragudj! Én megmondtam, hogy megöllek! Azért az anyakönyvvezető elhadarhatott volna valamit a kockázatokról és mellékutásokról. Ja. A gimiben csak azon járt az eszünk, hogy hogyan szerezhetnénk nőt, most meg már csak azon, hogyan tudnánk megszabadulni. Ja. Ennek a Katina két aranyszíve volt. Talán azokat is beolvasztotta és Morrészt vittett belőle. De neked meg már tényleg bocsi, de hát szóval meg kéne tanulnod nemet mondani. De megmondom őket, érted? Egy idő után egyszerűen nem izgatnak, és akkor mindig kell egy út. A terápia egyik fontos szabálya, hogy ismerősök nem vehetnek részt rajta, mert annak beláthatatlan következményei lehetnek. Azonban, amikor megérkezik a másik pár, Kati és Gyula, akiket Lapis Erika és Kardos Róbert játszik, kiderül, hogy ők bizony négyen jó barátok, ezzel pedig már is adva van egy jó kis bonyodalom. Ő egy nagyon szerény, nagyon visszafogottan, nagyon félősen, picivel többre vágyó ember, de tényleg csak ilyennyivel. Tehát egy 200 000-es skálán most 325-ről 325,5-re szeretne előre jutni körülbelül ezek az ő vágyai. A hátteréről ilyen szempontból ennyit lehet tudni az ő egzisztenciális helyzetéről, arról, hogy a házasságuk most egy kicsit ilyen, kicsit nagyon, hogy mondják, ez völgybe jutott, vagy hogy mondják, ez mélypontra jutott. Az mozgatja ezt az egészet. Ezen szeretnének változtatni, szeretné maga Gyula változtatni, hiszen erre a hétvégi párterápiás együttlétre, mert egy ilyen alkalommal játszódik a történet, ő hozza el a feleségét. Elnézést, jó helyen járok. Jó napot mindenkinek, Roskovics úr. Jöjjön, kedves Anikó. Mit keres itt, kedves Anikó? Csak nem engem, kedves Anikó, kedves.
De pont elnök vezérigazgató úr. Hogy eltalált ez az átos? A doktor úr... Mi már találkoztunk. Igen, már. Az előadásain, az egyetemen pszichológiát tanulok. Ákoshoz kell is. Jól emlékszem, maga feltűnően okos. És csinos. Hm? Az nem. És tehetséges, igaz Ákos? Mindenkinek jó napot, Roskovics úr. A Division Meetingről jövök. Ezt bízták rám. A szexuálpszichológus Goldmark Ernő szerepében Honti György látható. Az amúgy is bonyodalmas ötöshöz nem sokára egy vadító hatodik is érkezik, ezzel pedig készen áll a szextet, innentől pedig nincs megállás. Jön két házas pár, akikkel tulajdonképpen egy terápiás foglalkozás lenne, aminek az a lényege, hogy mint egy pszichológusnál valamilyen módon a problémákat oldják meg. Ezek a problémák általában szexuális természetűek, itt ez a specialitása. És ebbe a hétvégébe, amikor ez a terápia van, egyszer csak megérkezik az egyik házaspár férfi tagjának, aki egy elnök vezérigazgató egy nagy cégnél, megérkezik a titkárnője is. És hát innen aztán nagyon-nagyon történnek a bonyodalmak. De a hányadik csokorvörös rózsától én is elgyengülök. Egy nő tudjon igent mondani, nem? És úgy elhidegültél mostanában. Ergo punktum, és jegyezze meg, hogy még mindig én vagyok az igazgatási elnök vezérigazgató. Kedves kisasszony, bármennyire is tehetséges diákon fel kell kérnem, hogy könnyek között távozzék. Na, jó van, kérlek, kedves Anikó. Nem megyek sehova, elnök vezérigazgató úr. Könyörgök, Anikó. Letérdeljek? Térdeljek le én. Akkor inkább megyek én. Ez jól jön majd, ha megy. Nem, tanár úr. Itt maradok. És maga kitalál valamit, ami miatt nem mehetek el. Pártod, nem vélem érteni. Mivel a Szakács Hajnalka által megformált titkárnő nem akar távozni, így kezdődik el a terápiás foglalkozás. A sodró lendületű, füllet erotikájú komédia párkapcsolatokról, a szex titkos szabad kőműveseiről és magáról a szexről szól. Mit akar a férfi és mit akar a nő, ha felszikrázik, vagy éppen megszűnik ezt közöttük a kémia? Na itt az áll! Ez nincs titkolva, ez egy szextett. Tehát hatan játsszuk, és a szex körül forog, a férfi és nő körül forog a darab, tehát nincs ebben titok. Egyébként szerintem semmiféle bántó dolog nincs benne. Ákos, maga mit választ? Kötelező? Jó, akkor választok neked. Ne. Akkor inkább én. Mondjuk ez a tóseprű izé. Nagyszerű választás, miért pont azt? Hát azért, mert nem olyan, mint egy pénis. Kedves Ákos, milyen kellemetlen képzett társítása tapad egy vadidegen hívveszőhöz? Jó, akkor választok valami mást. Mondjuk az a lila izé, az. Nagyon jó, miért pont azt? Azért, mert kisebb, mint a többi. Tudtam, hogy azt fogja választani, az ugyanis egy férfi, anális, prostatavibrátor. Nem ezt választom, mást választok nekem ez. Ákos nem maga választotta az análvibrátort, hanem az análvibrátor választotta magát. Miért pont engem? A francia rúdugrás nagy mértékben épít a francia iskolára, főleg Fidóra, de mintha lenne benne egy csipetnyi Molnár Ferenc és egy kis rejtő. Szitkomszerűen pörög a történet, egyik vicc követi a másikat, itt bizony nincs idő az unatkozásra. Ez azért nagyon ügyes darab, mert egy igazi klasszikusan működő vígjáték szerkezete van, párcserével, ágyalábújással, félreértéssel, tehát ami egy vígjátékban benne szokott lenni, az ebben benne van, és ezt megfűszerezi ez a sikamlóság. De valójában semmi durva dolog nem történik. Tehát, hogy sem a szavak szintjén, sem a tettek szintjén, sem a megjelenés szintjén nincs semmi olyan, amitől bárki azt hiszem, hogy egy kicsit itt távol tarthatná magát. Sőt, pont az van, hogy itt nagyon önfelettel lehet szórakozni valószínűleg, vagy hát legalábbis a reményeink szerint. Hát iszonyú jó dumák vannak benne, tehát jó helyzetek, nagyon szókimondó, bátor, helyenként egészen vastag humorizálások, tulajdonképpen bántó, csak jó leső obszcenitás van benne, talán innen közelíteném. És a helyzet komikus nyilván, tehát gyakorlatilag
nem tudom, hogy pontosan mi volt a drámai vagy a színháztörténet előképe, de azért Födót, Molière-t is gyanítok benne. Tehát még Shakespeare-t is amennyiben, de inkább a Födós világra. Tehát az ajtó nyílik, ajtó csukódik, komédiák jönnek, mennek az emberek, a párkapcsolati szálak azok össze-vissza kuszálódnak, ebből adódó komikus helyzetek ágyalábújásig bezárulnak, tehát ilyen klasszikus komédia elemekig. Ezek mind megvannak benne, és hogy mi lehet a sikerének, és az általunk remélt sikerének azok, hát nyilván az, hogy mint minden ilyen helyzetben, hogy akik nézik, azok magukra is mennek. Jó, hát mondjuk lezavarom egy perc alatt. De valahogy sosem éreztem magam igazán jól a szex egy bizonyos területén. Tudod, ahol a férfinak kell így... A tengerszint alatt? Nincs valami használati mutatód, vagy mert itinered, vaktérképet, iránytűt, vagy valami? Mindenki elveszett oda lenni. Hát szegényes érzékszerveinkkel kellene átkerülni egy párhuzamos univerzumba. Ez lehetetlen. Hát, ugye? Egy rejtély. Na jó, de maradjon is az. Csak hát Kati, ugye... Nem tudom, én férfiasan megvallom, félek ott. Nem tudom, mint a dzsungelben. Pokoli hőség, magas páratartalom, levegő zéró, izzószorítás a halántékom, a furcsa hangok, mindenhonnan beszélt szimatolok. Mi vagyok én, Indiana Jones? Jussi, nagy levegő, szembecsú, és ami a csövön kifér. A darab színpadra állítása a 6 szereplő közös munkája. A játékmester Crespo Rodrigo volt, ő adta a vezérfonalat, azonban mindenkinek volt beleszólása. Együtt gondolkodtak, ötletelgettek. Ez a módszer többeket a főiskolai évekre emlékeztetett, és ahogy elmondták, vérpesdítően hatott rájuk. Úgy gondoltam, hogy ezt a darabot valószínűleg meg tudjuk csinálni úgy, hogy így hatan játszók együtt összerakjuk. Ugye az eredeti vagy a régebbi előadásban is voltak, így álltak össze és így találták ki. És van ennek egy izgalma, mindenki teljesen a sajátjának érzi, szabadon tudtunk ötletelni, nyugodtan tudtunk kritizálni, tehát elmondhattuk, hogy ez jó volt, nem volt jó, tehát ez egy dupla tanulási folyamat volt. Egyébként mindenki volt a színpadon is, és mindenki volt a rendezői székben is, és ugyanabban a helyzetbe került, hogy valamit kell mondani a kollégának, a kollégáról, arról, amit látott, és azokat meg kell tudni fogalmazni. És ezek szerintem így most így a végefele közeledve nem negatíve hatottak a csapatra, hanem inkább pozitíven. Emlékeztet mondjuk a színművészet is, most már egyetem, tehát a színművészeti főiskola időszakának élményére, ahol hát folyamatosan mindig mindent megbeszéltünk, és egymást rendezgettük, és adtuk az écákat egymásnak, figyeltünk egymásra, de figyelj, ebben az nem jó. Mit szólnál, próbáld ki azt, hogy az nem lehet, hogy ez így történik, stb. Stb. Tehát, hogy egy ilyen kalákában, vagy egy ilyen közös egymásra figyelésben. Az jó egyébként, mert bár mondom, hogy általában így zajlanak, tehát nem tudom elképzelni ezt, hogy ne egy párbeszédrendszeren alapuló munka legyen egy próbafolyamat. Mégis ennyire deklaráltan egymást rendezősdít játszani, és ebben kicsit újra főiskolásnak érezni magunkat, az egy kicsit ilyen vérfrissítő, vérpesdítő jellege van. A Gyula! Parancsoltam? Parancsoltam volna? Én voltam, és csak lelkiztünk. Mész cigizni? És közben a legutolsó nővel? A legelsővel. Kapi, de félreérted a félreérthetetlen. Az én férjem is kell magának. Ez! Minek? Csak szimplán kiderült, hogy ugyanaz a hobbink. A műbútorasztalosság. Nem, kérem, tudok semmit. Ezt a műbútorasztalos dolgot, ezt mondjuk én nem nagyon értem. Nem, én sem, semmit. Kati, ismersz engem? Hát hogyan értenék én bármit is? Én eredetileg úgy tudtam, hogy mi leszünk a rendezők így közösen, de az is igaz, hogy mindannyian jeleztük, hogy hát közösen nem nagyon lehet rendezni. Tehát az nem nagyon működik, és tulajdonképpen ő bizonyos szempontból ennek az ódiumát így magára vette, de mindig az volt, hogy egy valaki, aki nincs benne a jelenetben, az mindig nézte a másikat, vagy hát ebből a szempontból néz, vagy inkább úgy fogalmazom, hogy néztük egymást, és tulajdonképpen azért ez egy elég közösségi munka volt. Adta a vezérfonalat, de ez egy ilyen nagy együtt dolgozás és együtt gondolkodás volt, tehát amikor
éppen valaki nem volt a jelenetben, akkor ő volt a külső szem, és akkor hát először nagyon féltem, hogy úristen, ez hogy működhet, elég komoly kételjeim voltak, és azt kell, hogy mondjam, hogy a végeredmény az nagyon jó lett. Mert azért ez egy érzékeny dolog általában is, hogy mondunk egymásnak valamit, vagy látunk valamit, hogy szerintem jó, hogy megpróbálnád ezt. És vagyunk olyan viszonyban a társulaton belül, hogy ez egyébként működik így más daraboknál is, ez az ötletelgetés, és elfogadjuk általában egymástól. De hogy ennyire intenzíven, és ennyire az egész darabra vonatkozóan ez a feladat még pluszba, tehát nem csak a szerepformálás vagy a karakterformálás. Ez először nagyon furcsa volt, de azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon, nagyon jól sikerült, és egyre nyitottabbak lettünk egymás iránt. Na jó, csak én iszom? Nem! Bakonyi Csilla hozzátette, a nézők sokat fognak alakítani a darabon, hiszen az előadás ritmusát az ő reakciójukhoz kell igazítani. Olyan humora van ennek a darabnak, vannak részek, ahol szinte félmondatonként, vagy mondatonként van annyira ütős poén, vagy egy helyzet, vagy egy szituáció, és az egésznek az egy dolog, hogy mi hogy gyakoroltuk be a ritmusát, vagy hogy próbálunk megtalálgatni, hogy ez igen, talán ez nagyon vicces lesz, és itt nem egyszerűen muszáj megállni, vagy kiállni, hogy megéljen a következő poén, ami szintén poén. Tehát ezt a fajta ritmust, ezt csak együtt fogjuk tudni létrehozni a nézőkkel. Sziasztok, de jó, hogy itt vagytok, Gyula nincs meg, ugye nincs? Nincs! Sos, hát az baj, az nagyon nagy baj. Ki az így ez? Az. Ez. Hiányoztál? Ennyire hiányoztál? Ugye vagy, ez egy Gyula cikk és Kármó Goldoni. Pedig ez a helyes hozzáállás, Zsuzsa, vegyen példát a férjéről. Katalin magának viszont véleményem szerint hol a helye? De nekem eltűnt a férjem. Érdekes, a maga titkárnője is pedig kerestem. Tisztán szakmai ügy. Nincs meg? Nem keresünk meg őket valahol? Nem itt? Én is pont ezt akartam mondani! Menjünk maguk, nem mennek sehová! Ez a mai este szóljon önmagukról. Áradjon egymás felé a szeretet, a béke és az ordas vadállat. És ezt üzenem Gyulának is. Átadom. A vadállatot meg garantálom. Zsuzsa maga pedig végrehajtja, amit megbeszéltünk. Ja, a titok, igen. Miért titok? Semmi, egy póz. A színészek egyöntetően azt mondták, pont a nevetés lesz számukra is a legnagyobb kihívás. Az önfelett szórakoztatás ne vigyel őket is, hiszen most ez nem megengedett, nem úgy, mint korábban a felolvasó színházi formánál. Szinte egyszerre ismerkedünk a darabbal, és ugye a felfedezés élménye is közös. És az a helyzet megengedi azt, hogy a színpadon kivilágított emberek, az úgynevezett játszók, és a nézőtéren ülők így összekacsintsak értelemben, esetleg együtt nevessenek, röhögjenek valamin. És bizony volt a felolvasó színházban olyan, amikor hát megállt a színpad, és akkor egy ideig ott elviharáztunk. Nyilván ebben a verzióban ez nem fér bele ilyen szempontból. Ne vigyen el a nézői reakció. Borzaszt, tényleg nagyon-nagyon sokat nevettünk, nagyon jól szórakoztunk, és hogy képes legyek uralkodni magamon az egész előadás alatt. Most ez ilyen nagyon egyszerűnek, meg nagyon primitív meghangzik, de így van. Akkor mi? Milyen rokoni kapcsolatban vagyunk? Hát az attól függ, hogy maga miért volt az ágy alatt. Én csak beugrottam. Maga is, Zsuzsa? Nem, félreérti. Akkor? Hát, napfürdőztem. A napfürdőzés jó. Én meg dolgoztam, valakinek a GDP-t is ki kell termelnie. Mondd fel, hogy élvezem a társaságát, nem megyünk innen? Dehogy nem. Óriási kihívása van, hogy mi ne röhögjünk. Ez nagyon nagy kihívás. Ez komoly feladat. Tehát ugye az olvasó színházban, nem tudom, hogy kinek van erről emléke, hogy esetleg nektek van-e, de a nézők közül bizonyosan páran van. Hát ugye ott a kollégák rendszeresen röhögtek. Ugye abba belefér, de hát itt nem lehet. Tehát itt fapofával kell nagyon erősen ezeket, nem fapofával, hát a helyzetnek megfelelően kell mondani ezeket a mondatokat. Néha nagyon nehéz kibírni, hogy ezen ne kacakjunk. Ez
ez egy nehézség. Úgy szeretnék elmenni. Itt mindenki csak zavarok. Csak sok kupa, de nagyon. Sok jó ember, kis helyen is. Persze, ez megoldható, igen. Játszhatnánk például activity-t. Üvegezés? Letadod a kezed! Remélem nem én értem veszekednek, mert nem venném a testemre, lelkemre. Én igazából most csak arra vágyom, hogy lecincáljam a nedves ruháimat, és aztán... A szókimondó, de nem vulgáris darabban minden a szex körül forog. Az érzéki hangulat megteremtéséhez a zene is fontos szerepet kap. Jó, de nagyon szép. Jó, nézzék, de ennyi. Az van, hogy... Nem az van, hogy csak rám akarnak mászni, mert tetszik nekik a segge. Mert jó a segge. Mert jó a segge. Neked... Kinek hódolni akarnak. Na. És a száttól teljesen bealnak. Ez nem tudom. Hát pedig olyan a szát, hogy az ember így legszívesebb. Igen, mikor Zsötem című dal hangzik fel többször különböző helyzetekben, ez is erősítve a komikumot időnként. És hát ugye a szerelemről szól a dal, és különbözőképpen élik meg a szereplők, amikor ez a dal megszólal. Az erotikus társasjátékból természetesen a pszichológus sem maradhat ki. Katri! Zsuzsa! Hát ez hagyják! Hozzá lehet szokni! Hozzá lehet szokni! Annyira unálmasak, hogy nem iszunk valamit! Na most mondjon valami precízen, doktor úr! Itt mindenki szexuális hátterét megismerjük, tehát tulajdonképpen a szerző, amit szexualitás terén azt kell mondjam, jó ízléssel elő lehet vezetni, azt elővezeti. Tehát semmi nem marad ki belőle. Se férfi, se nő, se férfi-férfi, se nőnő, se házaspár, se házaspárcsere, és mindez tulajdonképpen a nagyon-nagyon humorosan, nagyon viccesen elővezetve. Örülök, hogy nem nekem kellett kimondani. Doktor úr, a férfi, aki potenciális veszélynek van a kikével. És a nő? Hát és a gyerekek? Ez a nő, egy veszélyes. Megmondjam, hogy mit gondol, megmondjam, mert megmondhatom. A boldogság eléréséhez sokat kell dolgozni, hőseink pedig mindent meg is tesznek, hogy megtalálják azt ebben a szerelmes, frivol, sikamlós és pikáns komédiában. És természetesen az is kiderül, mi lehet az a francia rúdugrás. Az a helyzet, hogy a darabban is nagy titokként kezelik, és sajnos nem mondhatjuk el, hogy pontosan mit jelent ez a francia rúdugrás. Körül van írva a darabban, aki eljön, az talán egyel beljebb kerül. Ez egy olyan különleges valami, ami után a férfi képtelen lesz elhagyni a feleséget. Én szeretném férjogán, Zsuzsa, és egyébként ő is, Köti, én szeretném látni ezt a leszbisát. Én benne vagyok. Én nem tudom, érdekel ez benne. Leszbisó. Anikó maga ott. A világ megjobbításából én sem maradhatok ki. Hogy mi történhetett az áramszünet alatt, és milyen titkokat rejtegetnek egymás elől a párok, kiderül, ha ellátogatnak a Tatabányai Teátrum egyik előadására. A bérleten kívüli darabban olyan problémák jelennek meg a szexualitással, az egymásra szánt idő hiányával kapcsolatban, amelyekkel nagyon sok pár azonosulhat. Mindezt bombabiztos humorral fűszerezve tálalja a társulat a nézők elé. A kamaraszínházi előadás díszletét Szvatek Péter, jelmezeit Kárpáti Jenikő tervezte. Tudom, hogy te nem, mert persze, hogy nem, de hogy te meg egy másik férfi? Figyelj, én mindig megmondtam a régi nőimet, de amióta ti így a Katival, hát figyelj, azért néha bevehetnék egy négyen nőt. Jó, vagy egy négyen férfi. Hát... Jó. Thank you.